Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekendben ellátogatunk egy maci kiállításra, és beszélgetünk a nőnap kapcsán a nőiesség fogalmáról is. Először azonban a Dal 2021 döntőjébe jutott Katona Petrával beszélgetünk. Végtelen tengeren jövöm a holnap, csónakon védtelen otthont a holdat, társam a tengerkék tükörkép nem beszél. Máté Szalkán születtél, de csengeri származású vagy. Hogyan kerül egy csengeri zeneszerető fiatal lány dalszerző énekesnőként Budapestre, méghozzá a Dal 2021 döntőjébe? Körülbelül 18 éves lehettem, amikor úgymond elhagytam a kis szeretett szülővárosomat, Csengert, és Budapestre azért jöttem, mert ide jártam főiskolára, és már a főiskola mellett is sokat tevékenykedtem így a zenei életben, de akkor még csak a háttérben, mint vokalista. A Dal című műsorban is többször vokáloztam, az egykori By the Way-nek, majd Vavra Bencének, és mindig is nagy álmom volt az, hogy egyszer úgymond előre sétáljak a színfalak mögül, és szóló énekesként énekelhessek a dalban. Mikor döntötted el, hogy énekléssel és dalszerzéssel fogsz foglalkozni, és milyen út vezetett idáig? Nagyon rögös út vezetett idáig. Szerintem 2018-ban döntöttem el, hogy komolyabban szeretnék ezzel foglalkozni. Először egy nagyon jó barátom mellett, Fengyeo mellett tűntem fel. Együtt duettesztünk, majd Kovács Danival, a mostani szerzőtársammal. Többször is, hát volt egy ilyen állandó helyünk Budapest szívében, egy Skype-ban, ahol heti háromszor léptünk fel esténként, és adtunk élő zenét, duóztunk, tehát ő gitározott, én pedig énekeltem, és ekkor még közelebb került a szívemhez a zene, és így megfogalmazódott bennem, hogy nagyon-nagyon szeretnék ezzel foglalkozni. Majd a hajós kaland volt az ugródeszka, akkor léptem ki úgymond a normális életemből, tehát ugye én irodai munkakörben dolgoztam, és ez volt az az élethelyzet, amikor felmondtam az irodai munkámat, és belevágtam a zenész életbe. 2019-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon ugye Pápai Joci háttérénekese voltál, most pedig előre léptél a reflektorfénybe, ami csak rólad szól. Nem volt ez a nagy lépés ijesztő? Természetesen teljesen más érzés az, amikor az ember vokálozik valaki mögött, és úgymond egy másik előadónak a produkcióját segíti a háttérből, mint amikor szóló előadóként énekel egyedül a színpadon. Úgyhogy ez egy teljesen másik érzés, teljesen más lelkületben megy oda az ember, és ijesztőnek, természetesen egy picit ijesztő, ugyanakkor sokkal jobb érzés, mert ilyenkor én vagyok a színpadon, tehát saját magamat képviselem, az én dalomat, amit én a szerzőtársaimmal írtam, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy ezt előadhatom. Mező Misi egyszer azt mondta, a te produkciód viszi őt a legmélyebbre, persze a szó pozitív értelmében. Amikor ilyet hallasz, mit érzel, ezt hogyan tudod beépíteni a további előadásaidba? Debütáló előadóként nagyon fontos számomra a visszacsatolás, de egyébként nem is csak debütáló előadóként, hanem alkotó emberként szerintem az ember soha nem biztos abban, hogy jó az, amit csinál, hogy jó úton van-e, jó az irány, és bennem vannak ezek a kérdések. Úgyhogy Mező Misinek a kritikája, illetve a szép szavai, amikkel illette a dalunkat, nagyon jól esett nekem. Úgy érzem, hogy önbizalmat adott és visszacsatolást, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki ezekért a szép szavakért. És hát te lettél az év felfedezetje is. Mit szóltál, amikor kimondták a neved? Nagyon boldog voltam, amikor kimondták a nevemet, és
őszintén szólva. Előtte azért, nem tudom, egy ezred másodperc alatt végigfutott meg annyi dolog a fejemben, hogy úristen, mi van, hogyha én vagyok az év felfedezetje, akkor ebben a ruhában hogy fogok egyrészt kimenni érte, majd ripityára töröm a díjat, és megmondom, hogy ez volt az első gondolatom, és teljesen megijedtem attól, hogy mi van akkor, hogyha én nyerem ezt a díjat. Aztán így magamra szóltam, hogy Petra, ne, hogy már emiatt ne akard megnyerni, és természetesen folyamatosan arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ha én nyerném meg, mert ez egy nagyon jó visszacsatolás és elismerés a szakmában. Úgyhogy nagyon örültem neki. A dal első elődöntőjén majdnem maximális pontszámmal juttatott tovább téged a zsűri. Mire számíthatunk tőled a döntőben? Nézőket kétféle előadást láthattak tőlünk. Az egyik ugye egy akusztikus verzió volt, a másik pedig eredeti hangszerelésben előadott produkció. A szerzőtársaimmal még gondolkozunk azon, hogy most melyiket fogjuk a színpadra vinni, úgyhogy ezek a csodai nem tudok így pontos információt mondani, meg amúgy sem szeretném lelőni a poént, de mindenképpen próbálunk a lehető legtöbbet beleadni, és részemről pedig, amit mindig el szoktam mondani, hogy szeretném a lehető legjobban előadni izgalom nélkül, bár ez nem fog sikerülni, de akkor egy jófajta izgalommal, és szeretném nagyon jól érezni magam a színpadon. 2 éve már nem csak énekesnő és dalszerző vagy, hanem gitározol és dobolsz is. Ezt hogyan kell elképzelni? Beülsz a garázsba a dobok mögé, és egy jó AC/DC-vel kiadod magadból a feszültséget? Körülbelül 1,5 évvel ezelőtt kaptam születésnapomra egy gitárt, és Kovács Dani ugye gitározni tud, úgyhogy ő gitározni szokott engem tanítani. Koszorú Attila pedig dobot is oktat, bár ugye az első hangszere neki a zongora. És így a próbák szüneteiben szoktak engem tanítgatni, tehát azért én azt szoktam mondani, hogy ez azért egy picikét túlzás, hogy én 2 éve dobolok meg gitározok. Körülbelül akkor kezdtem el ezzel a két hangszerrel foglalkozni, ilyen hobbi szinten, még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár nálam mindkettő, de nagyon élvezem a gitározást is, és a dobolást is. Viszlát múlt. A járványügyi szabályok még mindig korlátoznak minket és a gyerekeket is. Sok szervezet azonban rajzpályázatok útján próbálja életben tartani a kicsik kreativitását és hasznosan lefoglalni őket, így például a Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A Vízvilágnapja alkalmából a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezete rajzpályázatot hirdet a megye óvodásai és általános iskolás diákjai számára. A víz érték becsült meg. A föld lakossága soha nem látott mértékben növekszik, és ennek egyik velejárója az egyre növekvő vízfogyasztás, ami gyakran jár együtt a környezet és a természeti erőforrások károsításával. A Feti vízig most az óvodások, az alsó és felső tagozatos diákok látásmódjára kíváncsi a témával kapcsolatban, méghozzá rajz vagy akvarell technikával készült alkotásokon keresztül. A pályamunkákat 2021. március 19-éig kell egyénileg elküldeni A4-es vagy A3-as méretben a Felső Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság címére, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. Fel kell tüntetni a pályamunka címét, az alkotó nevét, életkorát, iskolai osztályát, felkészítő tanárát és az óvoda vagy iskola elérhetőségeit. A járványra való tekintettel a díjazottak elismeréseit postai úton juttatják el az intézmények részére. A műsort színházzal folytatjuk. Érzékeny témát dolgoz fel első rendezésében Pregicev Fruzsina, az Alszanak a halak
című monodrámában. Erről beszélgetünk a következő percekben. Szia, Fruzsi, jó estét! Jó estét kívánok a nézőknek is, neked is. Hát első rendezésed. Gyakorlatilag te együtt nőttél fel Nyíregyházával, szinte mondhatom azt. Valahol olvastam, hogy ugye pont a nevednek köszönhetően nagyon sok fruzsina lett a városban, és tényleg a nyíregyháziak úgy tekintenek rád, mint saját tulajdonukra, úgyhogy imádnak a nézők, de rendezőként még eddig nem találkoztak veled. Hogy jött egyáltalán ez az ötlet, hogy te most rendezőként debütálj? Találkoztam ezzel a színdarabbal, valamint mentálhigiénét végeztem, és már meséltem erről másoknak is, hogy a hospice téma nagyon izgatott, és azóta sem hagy békét, csak akkor ezen nem foglalkoztattam, a kisfiam nagyon pici volt, és a konzulensem lebeszélt erről, hogy haldoklók mellett nem, tehát friss, pici gyerekes anyaként nem lesz ügyes az életem. De ez a téma azóta sem hagy békét. És nagyon érdekes, hogy amikor az emberbe elkezdenek munkálni egy bizonyos témára fókuszált gondolatok, ugye elkezdenek kavarogni, szembe jön egy csomó olyan újságcikk, dokumentumfilm, ez meg az, amitől egyszer csak azt érzem, hogy nincs más választásom, foglalkoznom kell ezzel a témával. A 2015-ben a Tatabányai Most Fesztiválon, mint zsűritag a Magyar Művészeti Akadémia színházművészeti tagozatának tagja vagyok, és mint zsűritag találkoztam ezzel az előadással, és aztán az, hogy jaj, de jó, hát itt van egy téma, amivel nagyon hatásosan foglalkozik egy színdarab. Majd Friedrich Noémi, aki nekem egy szívem csücske kolléganőm, nagyon tisztelem és rajongok a művészetért, a szakmaiságáért, a pontosságáért, és mindig úgy figyelem a fiatalabb kollégáimat, hogy miket tudnék úgy elképzelni velük. Bár nem kapják meg ezt meg azt a szerepet, de úgy... És egyszer csak elkezdtem a magamban hallani a Noéminek a hangján ennek a színdarabnak a szövegét. És akkor tehát gyakorlatilag a lelkedben megteremtődött ez a szituáció, ugye? Igen, és egyszerűen megszólítottam az igazgatómat, hogy van ez a nem egyszerű és nem könnyű felvetés, hogy kiskamaszoknak halálfeldolgozásos témáról hogyan lehetne beszélni. Köszönöm a Jóistennek, hogy nyitott volt Kirják Róbert, elmondtam, hogy képzelem el természetesen szakemberek segítségével, mert azért ez egy, nehogy megijedjenek akár a felnőtt hozzátartozók, vagy a pedagógusok, hogy ez ilyen hajánál fogva előrángatott amatőr módon teremtenék erre lehetőséget. És ezért minden előadás után Vitkai Éva, mindannyian közösen is ismerjük Évát, aki már terapeutaként, mert hiszen egy csomó iskolát és képesítést megszerzett. Előadások után az Éva egy vezetett beszélgetés keretében próbálná levezetni, lecsengetni a nézőkben az előadást. Kirják Róberttel még azt is beszéltük meg, hogy akik megnézik fiatalok, tehát kiskamaszok, tehát egy speciális korosztálynak játsszuk kizárólag az előadást, 5-től 8. osztályig. Tehát sem korábbi korosztályok, tehát sem fiatalabbak, sem idősebbek nem, hanem csak kizárólag erre fókuszálunk, erre a korosztályra. És az Robi azt ajánlotta föl, és ez nagyon tetszett nekem, hogy egy nyomott áron hozhatnak felnőtt hozzátartozót ezek a fiatalok. Mert így lenne szerencsés, hogy azok a gondolatok, amik a gyerekekbe felvetődnek, oda-vissza játszódhatnának, vagy teremthetnének hullámhozt felnőtt és gyerek között. Arra gondoltam, hogy azért majdnem minden családnak van vesztesége. Minden családnak, tehát ezt senki nem ússza meg a halált. Gyakorlatilag mondjuk az 5 és 8. osztályos korosztály is már azért valamilyen módon találkozik, sőt most ebben a világban, amikor
ha más nem statisztikai számokat hallanak arról, hogy nap mint nap hány áldozata van például ennek a Covid-nak, ez is egy borzasztó félelemmel töltheti el őket, úgyhogy úgy gondolom, hogy tehát úgy a kisvilág, mint a nagyvilág, gyakorlatilag ebben a probléma körben éljük az életünket. Igen, és magam is hoztam egy könyvet, igaz, Polc Alen, aki ezt a témát kutatta Magyarországon. Igaz, ez a könyv egy korábbi nemzedéknek szóló, de Polc Alen az összes munkájában, amit a 70-es évektől kezdve űzött és kutatott, ezt a témát azért tartotta rendkívül fontosnak, mert annyira a technika, a túl civilizáltság miatt annyira eltartjuk magunktól magát a halált, a betegséget, a krónikus betegséget is akár, hogy magát a halált, mint korábban különböző nem csak természeti népeknél, hanem akár a magyar népi világban is sokkal egészségesebben és természetesebben élték meg. Ma a súlyos beteget a kórházban meglátogatjuk, és hát lefüggönyözve, hogyha az illető elment, akkor elkülönítjük a többi betegtől. És Polc Alen azt mondta, hogy már nagyon pici korban el kell kezdeni ennek az ezzel való együttélést. Ahogy egy kismadár meghal, ahogy egy kiskutya meghal, vagy egy nagyobb kutya, de a kis házi kedvencek, ahogy egy virág elhervad, ezzel együtt kell tudnunk élni, és nem szabad úgy csinálnunk, mint a nem lenne. Én azért céloztam meg éppen ezt a korosztályt, mert úgy gondolom, hogy ők még nem annyira fertőzöttek, nagyon remélem, azzal a fajta, bocsánatot kérek a picit idősebbektől, hogy azzal a fajta cinizmussal, vagy kamasz öntudattal, mint, tehát én azt szeretném, hogy egy kicsit érintetlenebb, de már nagyon erősen gondolkodó és kérdést felvető nemzedéket szeretnénk megszólítani, és hogy velük együtt szeretnénk erről gondolkodni. Sajnos elfogyott az időnk, azt viszont mindenképpen fontosnak tartom elmondani, ugye Vitka Évát említetted, Kondás Gábor készít egy... Kondás Kristóf, bocsánat. És Olajos Gábor zenei rendezője, vagy tulajdonképpen zeneszerzője lesz az előadásnak. Igen. A tervezett bemutató pedig ősszel lesz, ugye? Igen. Májusban készítünk egy ilyen munkabemutatót, és hát amikor megkezdődik remélhetőleg az iskolai évad, akkor szeretnénk ezzel együtt bemutatni ezt az előadást. Hát én azt ígérem, hogy szeretettel várunk még titeket az előadás témájában, akár Noémivel, akár a zeneszerzővel, vagy akár már egy kis részlettel a filmből. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baleset Megelőzési Bizottság gyermekrajzpályázatot hirdet, így közlekedtek ti címmel. A pályázatra három kategóriában, óvodások, alsó, valamint felső tagozatos általános iskolai tanulók kategóriában lehet nevezni. A rajzoknak a biztonságos, szabályos közlekedést kell bemutatni, egyéb témakör megkötés nincs. Az alkotások mérete, valamint az alkalmazott technika tetszőleges lehet. Ezeket egyénileg, de akár csoportoknak is el lehet készíteni. A pályamunkákat az alkotó adatainak név, életkor, lakcím és iskola feltüntetésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baleset Megelőzési Bizottsághoz kell beküldeni, 4400 Nyíregyháza, Bújtos utca 2, de lehetőség van az elektronikus beküldésre is az alábbi címre. A beküldési határidő 2021. május 28-a. A nyertes pályaműveket a tervek szerint június 12-én a Közlekedik a Család közlekedés biztonsági vetélkedő megyei fordulóján díjazzák majd. A következő percekben a nemezeléssel foglalkozunk, hogy mi is ez pontosan, arról Berényi Timával beszélgetünk, aki profi nemezelő, de hogy ez mióta is van így,
ezt én elsőre nem gondoltam volna, hogy ez csak pár éves tevékenység, hiszen totál profi nemezelőnek tűnsz. Mondom én ezt, aki főiskolán már nemezeltem például egy labdát, ami hosszú órák munkája volt, de hát itt gyakorlatilag szinte mindent láthatunk, ami szerintem ebből az anyagból elkészíthető. Hogy kezdtél el ezzel a művészeti ággal foglalkozni, ha nevezhetjük így? Először is ennyit, hogy közel nem mindent láthatunk, tehát tényleg csak a fantázia szab határt. De hogy kezdtem el? Ezelőtt 3 évvel láttam egy hölgynek nagyon szép munkáit, és úgy gondoltam, hogy megtanulnám, kedvem szerinti. Elutaztam Kolozsvárra, hogy megtanuljam, és már úgy jöttem haza, hogy hoztam nyersanyagot, és onnantól kezdve én szabadidőmben, hogy kikapcsolódjak, hogy egy kicsit magammal foglalkozzak. Olyanokat készítettem, mint például ez a kendő. Tehát ez direkt hoztam az első munkákból. És pont azt szerettem volna kérdezni, hogy mi volt az első munkád, mi készült tehát ott Kolozsváron? Ott Kolozsváron. Vagy esetleg kezdhetnénk ott, hogy mi is a nemezelés? Akár arról is beszélgethetünk, elnézést, hogy mi a nemezelés, mert ezt lehet, hogy sokan nem tudják, úgyhogy számomra ugye ez evidencia volt, de lehet, hogy a nézők számára nem igen, egészen igen, tudom. Gondolom, hogy még csak most terjed szerintem el maga a nemezelésnek a technikának a megismerése. Úgy gondolom, hogy már óvodában, iskolában is vannak szakkörök, ahol esetleg erről eshet szó. Tehát gyapjú, ma elsősorban gyapjú, amúgy mindenféle szőr, állati eredetű szőr, lúgos vagy savas közeggel, vizes simogatással, gyömözköléssel összenemezelődik. Ez a nemezelődés azt jelenti, hogy fodrászatból biztos hallottam már a legtöbb néző, a hajszálak, ahogyan fenyőtobozhoz szokták hasonlítani, hogy savas közeg hatására, lúgos közeg hatására szétnyílnak a toboz pikkelyei, ugyanígy minden állati szőr, tehát a gyapjú is, és összegubancolódnak ezek a szétnyílt kutikulák, ezek egymásba kapaszkodnak, simogatással ugye még tömörödik, hengerelni lehet, nyújtani, újra simogatni, egy kis forró víz, tehát az a labda nem véletlenül tartott annyi ideig. Igen, pont erre gondoltam. Mert maga a nemezelődés folyamat, tehát amikor a szálak összegabajodnak és egymásba tapadva maradnak, ahhoz idő kell. Akármilyen ügyes valaki, az időbe telik. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen tudtál magaddal foglalkozni közben, hát valószínűleg igen, ez egy ilyen meditatív állapot is, mert hogy lassú, időigényes, ugye, tehát nem csak így egyik pillanatra a másikra készül el egy termék, tehát abban valóban bele kell adni mindenféle gondolatot, és ahhoz, hogy ilyen szépek legyenek, azért szerintem a legkifinomultabb gondolatokat kell bele, vagy esetleg egy agresszió levezetésére is jó lehet? Hát ezt nem tudom, abszolút. Te nem vagy agresszív. Én nem vagyok egy agresszív típus szerintem. Én nagyon jól el tudok benne veszleni. Tehát tényleg kikapcsol. Akkor azokban a szálakban ott belegubancolódik tulajdonképpen Berényi Timea is, ugye? Körülbelül, igen, körülbelül, ezt lehet, igen. Na mi volt az első termék, tehát az első termék, te ugyan labdával kezdtél, de általában síkban kezdődik a nemezelés. Tehát van egy sablonunk, egy műanyag, ami ugye vizes művelet lesz, nem ázik el, egy műanyag sablon. Ezt a nagyon pihepuha gyapjút rá tépdessük, hoztam is a gyapjút. Hoztál is alapanyagokat, megnézhetjük? Igen. Ennyire pihepuha. Hú, ez nagyon. Egyébként már ez is kellemes, tehát valakinek igen, esetleg a stressz levezetésére, magának az alapanyagnak a fogdosása is jó, aztán ezt tovább gondolva még valamilyen több, használati tárgy is készülhet. Több változat van, hoztam is másikat. Aha. A gyapjú, elnézést, a gyapjú szálaknak a vastagságát, mikromilliméterben mérik. Ez különböző, ugye? Így ez van, a sárga, ez finomabb, a lila egy picit durvább. Ez 18-as, az pedig 24-es. Ez attól függ, hogy mit készítünk majd belőle? Igen, igen. Ebből a puhából már babaruhát is, bébi babaruhát
Ökosztendert, százas minősítésű, tehát teljesen... antiallergén, hipoallergén és így mindenféle van, igen, egyéb. Igen. És ezekből ezért hoztam ezt a babas állat. Amihez egy csodálatos kis baba kalapka is van itt a táskák mellett. Ú, viszont elkalandoztam, bocsánat, hogy hogyan is készül. Igen. Tehát azért hoztam, hogy elkészítve, amikor már össze van nemezelődve, akkor is puha marad, hogy azt megmutassam benne. Igen, meg is fogom. Tehát akkor ebbe a bizonyos sablomba tehát, igen, kerül az síkban anyag. Tépéseket kell eszközölni. Így, tehát széttépjük a gombolyakból a gyapjút, és ezeket a tépéseket pakoljuk le a sablonra, kereszt irányba, szappanos vízzel simogatva, megfordítjuk, ezen körülbelül ez egy papucs lesz majd. Itt látszik már a tehát köztes ez állapot. Ilyen volt, ezen ilyen körülbelül, lett? Igen, azt lehet elképzelni, hogy síkban kezdődik. Tehát ebben is benne van a... Ó, és ez tényleg, ez tiszta víz még. Igen. És ezt aztán majd kivágod, és úgy lesz belőle igen, a papucs? Igen, kivágom. Aha. És fölhúzom a kaptafára. Értem. Előtte még kell... Egy kicsit dolgozni rajta. Így van. És gondolom, hogy ahhoz, hogy ezek a motívumok belekerüljenek, ezt előre megrajzolod, és úgy rakod ezt bele? Ezt most úgy készült, hogy előre nemezeltem egy vékony lapot, abból vágtam ki a formát, és amikor már összeállt egyébként az alap, akkor pakoltam rá, és úgy nemezeltem össze. Viszont ezek ebből az erősebb gyapjúból készültek, és bezabálja az alap azt, amit rápakolunk. Ugyanígy nézett ki, ilyen szépen elhatárolódva volt ezen is a minta. Értem. Tehát ezzel az anyaggal ilyen érdekesen összemosódik, miközben nemezelem. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, híradó után ugyanis folytatjuk a beszélgetést, érdemes lesz velünk maradni. Kedves nézőink, ahogy ígértem, nemezeléssel folytatjuk, még mindig Berényi témával, belemerültünk tulajdonképpen itt a nemezelés fortéjaiba, és itt jártunk a cipőnél, és amit ugye elhoztál, valóban ez egy nedves, még félkész termék. Arról beszélgettünk itt a híradó alatt, hogy ugye azért, amikor tele van ez vízzel, mondjuk konkrétan gondolok itt erre a táskára, hát ez bizony nem is egyszerű, hiszen ezt forgatni is kell közben? Hány kilós egy ilyen... Nem értem, mert ugye csorog belőle a víz. Aha. Nem értem, de nehéz. Minimum két alkalom kell, de két-három alkalom, mire elkészül, a karom elfárad. És például ez a cipő mennyi idő alatt készül? Két alkalom már volt, ahol most tartok, és innentől kezdve, hogy ezen a kaptafán van, most még nagyon szépen formáltnak tűnik, de ha ezt leveszem, és valaki fölhúzná, még nem állt annyira egybe, hogy nagyon hamar széttaposódna. Tehát ilyen szép állapotában ezt még nagyon sokáig kell simogatni? Nem csak simogatni, hanem nyomni, dörzsölni, hengerelni, hogy szorosan, erősen összeálljon. A nomád népeknél, illetve még az, ugye ez ókori, ókori szakma, olyat olvastam, hogy pajzsot készítettek gyapjúból, nemezből, és állítólag vas és tűzálló volt. Tényleg? Tehát annyira, ha elegendő ideig simogatják, gondolom, hengerelik, nem tudom annak a menete, az hogyan zajlik konkrétan, de ennyire, hogy vas és tűzálló is volt az a pajzs. És nem csak pajzsot, hanem gondolom, hogy különböző hát a nagyobb dolgokat, a jurtákba szőnyegeket készítettek. Igen, meg maga a jurta is gyapjúból készült. De ez egy borzasztó nagy munka volt tulajdonképpen, fizikailag. Mármint, az iszonyú nagy munka lehetett valószínű. 150-200 jó gyapja kell egy jurtához. Ilyet lehet hallani. Úgy tudom ezt elképzelni, hogy azért ezt nem egy nő készítette, hanem mondjuk tényleg 8-10-en dolgoztak, hogy az egész család. Mármint a nagy család. Igen, ez egy házépítés volt, ha úgy veszünk. Ugye díszítésről is beszéltünk, hoztál itt hoztam, ilyen nagyon igen, szép olyanokat alapanyagokat. Hoztam, hogy
sejem, vad és tenyésztett sejem. Ezeket még, ugye az előbb mondtam, hogy a kivágott formát teszem a már összeállt alapra, ezeket még később. És ezzel be lehet annyira, olyat most nem hoztam, azt nézem hirtelen, annyira be lehet borítani, ahogyan a kedvünk tartja. De igazából mintákat szoktak. Hoztam ilyet, nem tudom esetleg így a különbséget, ugye hát a sejem magáért beszél. Jaj, nagyon klassz. Ez pedig len. Egészen más a struktúrája is. Az egy egész más felülhetet fog kiadni, és ezek pedig szári sejem szintén. Ezek hol lehet beszerezni? Van speciális nemezelős bolt? Igen, gyapjúbolt, igen, igen. És ezek a gyönyörűségek is, mint sejmek szintén onnan. Na és itt most én ékszereket, idézőjelben ékszereket hoztam, ami ezekkel a sejmekkel van fél állapotában. Az egy karkötő, igen. Ez egy karkötő, látom, hogy az meg egy, az egy ilyen csomózott nyaklánc. Ha akarod nyaklánc, ha akarod fejpánt, igen. Egyébként ez szuper. Egy hosszú zsinór, az egyik végén egy hurokkal, és úgy csomózgatod, ahogyan tetszik. Nagyon szuper. Azt mondtad, hogy nem vagy egy agresszív személyiséget, ezek után nem is csodálkozom, bár azért vannak olyan típusú emberek, akit, hogyha így leültetnél nemezelni, szerintem bekattanna az idegtől. Nem hogyha... tudom elképzelni. Pedig hidd el, valakinek az, hogy nem tud kimoccanni, bár azt gondolom, hogy ebben az időszakban lehet, hogy érdemes megtanulni nemezelni, mert akkor legalább látjuk azt, hogy az otthon levésünknek van valami kézzelfogható eredménye. Egyébként mik a legnépszerűbbek? Mit keresnek a legtöbben? Nincs ilyen. Nincs ilyen? Nincs ilyen. Tehát ugye a kis ékszerek, aztán például ilyen, hogy kulcstartó. Jó, ilyen kis apróságok. Mik ezek? Kis játszintok, vagy tulipánok? Ahogy tetszik, nagyon igen. Nagyon is aranyos. Tehát tényleg a képzelet szab ennek határ, de ahogy ezt a ezek cipőt a itt mutattak, Timi, ezt annyi ideig, tényleg olyan sok ideig készül, ha valaki kap egy ilyet ajándékba, azt tényleg nagyon becsülje meg. Amúgy mennyi ideig tart egy ilyen cipő például, hogyha az ember tényleg rendeltetésszerűen viseli, és mondjuk nem dagonyázik benne, meg focizik, akkor mennyi ideig tudja élvezni a terméket? Ez papucs lesz egyébként, és ennek a talpa, hogy ne kopjon, vagy cipész tud rá ugye gumitalpat, akkor fogalmam sincs, hogy mennyi ideig, nagyon, lehet, nagyon hogy hosszan. Örökére. Viszont én olyat úgy fejezem be, hogy szilikon és gumi, a csúszásmentes babazoknikat biztosan ismerik a legtöbben. Olyasmi anyagot lehet a talpára fölkenni. Ez kapható, és akkor már nem csúszik, és valóban a kopástól védi a talpát, évekig lehet hordani. Hát Timi, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a csodát. Te ugye 6 csodálatos gyermek édesanyjaként most egy új világba csöppentél. És már nagymama. És már nagymama, hát ehhez is szívből gratulálunk, és köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is, köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a csodálatos dolgok után egy kis cukisággal folytatjuk a víkendet. Nyírt Csaholyban ugyanis egy több mint 500 darabból álló maci gyűjteménnyel találkozhatunk. Lássuk a medvét! A Nyírt Csaholyi Hétszínvirág óvoda és bölcsőde online maci kiállítását tekinthetjük meg. Lássuk a medvét címmel! Jégvilág projekt a Katica csoportban. Ha havat nem is sokat láttunk mostanában, de a tél többi jellemzőjegyét is megismerhettük a Jégvilág projektünk során. A gyerekekkel a képzelet szárnyán indultunk el egy sarkvidéki expedícióra. Képeket nézegettünk, a földgömbön megnéztük hazánkat, a szárazföldeket, a tengereket, óceánokat. Megterveztük utunkat az Ovinktól egészen az északi, illetve a déli sarkig. A gyerekek nagyon lelkesen és örömmel vettek részt a munkálatokban, így készülhetett el az Eskimo iglusátor, a pingvinek csapata, melyet tojástartóból és WC-papír gurigából készítettünk. Tovább haladva a napsugárcsoport kiállítását láthatjuk. Kompozíciónk elkészítése során a jól ismert barna medve élőhelyét, a sziklabarlangot próbáltuk megjeleníteni és macikkal benépesíteni. Mivel a barna medve kedveli a vizet, gyakran halfogással szerzi meg táplálékát, így vízeséssel és tóval is kiegészítettük alkotásunkat.
A barlang fontos szerepet tölt be a medvék életében, mivel ezek az állatok téli álmot alszanak, szükségük van egy helyre, ahová elvonulhatnak télen. Biztosan mindenkiben felmerül a kérdés, hogyan bírja a medve evés és ivás nélkül hónapokig, amíg alszik. Ez úgy lehetséges, hogy ősszel nagyon sokat eszik, sok zsírt halmoz fel a testén. A téli álom során ez a zsírtartalék táplálja. A barna medve gyakorlatilag mindenevő, legyen az fű, gomba, gyökér, kisemlős vagy akár szarvas méretű zsákmány. A koalák kizárólag eukaliptusz levéllel táplálkoznak, folyadék szükségletük nagy részét is ebből szerzik, alig isznak. Innen kapták elnevezésüket is, a koala szó jelentése benszülött nyelven nem ivó. Érdekesség, hogy az elfogyasztott eukaliptusz levelek a koala gyomrában olykor erjedésnek indulnak, alkohol szabadul fel, emiatt gyakran bágyattan, mámorosan fekszenek a fák ágai között. Őshonos élőhelye Ausztrália, országunkban csak állatkertekben található meg. Tárlatunk harmadik elemeként a pillangó csoport munkáját tekinthetjük meg. Csoportunk egyik munkája a Maci Kórház. A téli időszakban minden évben megjelenik az óvodai tevékenységekben az egészségbetegség orvos téma, így aktuálisnak éreztük ezt megjeleníteni a mackókkal is. Több színteret próbáltunk megjeleníteni valóságos élethű eszközökkel. A betegváró, a vizsgálószoba, az orvossal és az orvos írnokokkal, egy kórházi szoba a fekvőbeteggel és az orvossal. Most Mici Mackó állomásához érkeztünk. 110 éve, 1882. januárjában született Milne Mici Mackó megálmodója. Könyvét számtalan nyelvre lefordították, így a magyar művelődésnek is szerves része lett, amelyben nem csekély szerep jutott Karinti zseniálisan bájos fordításának. Ki ne ismerné az örökké optimista, kissé kotnyeles Mici Mackót, szinte halljuk a borongós hangulatú fülest is, amint örömtelen hangján éppen panaszkodik valami miatt. Mert Mici Mackó mindig boldog. Egyszerűen arról van szó, hogy mindenben megtalálja a pozitívat. Képes elfogadni, hogy a dolgok olyanok, amilyenek. Csillagcsoport. Élet a Maci házban. A medvék viselkedését, játékát, mindennapi tevékenységét próbáltuk feleleveníteni, így született az ötlet, hogy Maci házat tervezünk, készítünk. A hétköznapjaink szerves részét képezi a gyerekek bevonása a foglalkozásokba, ez most sem történt másként. A kiállításra készülődve a gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a Maci ház elkészítésének munkálataiba. Ennek kapcsán felelevenítettük a témához kapcsolódó meséket, dalokat, mondókákat és újakkal is ismerkedtünk. Az óvoda a gyerekek számára a család után a második legfontosabb szocializációs tér, így a mackós szerepjátékokon keresztül igyekeztünk a család fontosságát erősíteni tudatukban. Próbáltuk hangulatossá varázsolni a házikóban élő mackók jeleneteit. A benti és a szabadban lévő dekorációkat is saját ötleteink alapján valósítottuk meg. Benn a házikó falán a macis naptár, a képek, az asztali dekorációk kitalálása mind egyéni elgondolásokon alapult. A szabadban sütésről Mackó úr, mint szakács gondoskodik. Mézes sütit süt, és a hozzávalókat, a mézet a két óriás Mici Mackó szolgáltatják, akik a kosárkájukban lévő mézes üvegbe gyűjtögetik a finom és rendkívül egészséges mézet, amit persze a szorgos méhecskéktől nehéz volt megszerezniük. Végül megérkeztünk utolsó állomásunkhoz, a Maci óvodához. Hol volt, hol nem, messze-messze volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos, Packor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Hol tölti ez az apró mackó a mindennapjait? Hol máshol, mint a Maci óvodában, ahol az élet csupa móka és kacagás. Ide jár a sok apró mackó, lehet barna, kék vagy sárga. Minden Maci szíve vágya, hogy minél előbb felvételt nyerjen a Maci óvodába. Az óvónéni minden nap kalandos mesékkel kalauzolja végig őket az új felfedezések útján, ezzel színesítve az amúgy sem unalmas hétköznapjaikat. Kedves gyerekek,
Remélem, ti is kedvet kaptatok ezután a játékmackók gyűjtéséhez. Kívánjuk, hogy szeressétek mind az élő, mind a játék és plüssmackókat, ezeket a kedves, aranyos teremtéseket. Ez a mi kis maci világunk. Reméljük, aki megnézi, örömet talál bennük. Felnőtteknek, kicsiknek, nagyoknak egyaránt kellemes időtöltést kívánunk az online maci kiállításunk megtekintéséhez. A mai víkendet a közelgő nőnap alkalmából egy könnyed női beszélgetéssel zárjuk. Sziasztok! Hát nagy szeretettel köszöntelek titeket, nem a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Nem tudom, mindig azon gondolkodom, hogy ez a nőnap lehet, hogy csak nekünk nőknek fontos, és a férfiak számára egy ilyen kötelező kör, amit illik teljesíteni, mert különben esetleg hisztiroham lesz a vége az estének. Ti hogy látjátok? Én egy protokoll szakértőnek megadnám először a helyes választ, és akkor utána talán a magánvéleményt is kifejtem. Hát nagyon remélem, hogy nem így van, mert a férfiak is szeretik kifejezni a nők felé a tiszteletet. Én úgy gondolom, ez a nap nem csak a nőkről szól, hanem arról az egyenjogúságról, amit a nők kivívtak maguknak az évtizedek, évszázadok során, és ez annak a jelképe, hogy nincs elnyomva ma már a nő, úgy, mint ahogy a évszázadokkal ezelőtt ez sokszor még megtörtént. Tehát már nem csak a tűzhely körül kell forgulódniuk a hölgyeknek, hanem lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek az oktatásban, választójogot kaptak, és ugyanolyan pozíciókat is betölthetnek, mint a férfiak. Kuncz Veronika, ugye te protokoll szakértő vagy, nem régiben jártál itt nálunk, és akkor pont a diákoknak a kultúráját próbáltuk tulajdonképpen egy előadásoddal beharangozni, vagy legalábbis annak egy kis népszerűséget teremteni. De hát ugye nyilván valahol elkezdődik az etikett és a jó modorra való nevelés, egészen talán szerintem születéstől kezdve, aztán ezt nem árt fel. Frissíteni akár a fiatal felnőtteknél. Még egy kérdés, mielőtt Eszterhez fordulnék, mondjuk kifejezetten a női nem iránti megfelelő viselkedés felmerül kérdésként azokban a férfiakban, akik téged megkeresnek? Természetesen, tehát az élet minden területére vonatkoznak illemszabályok, és ehhez hozzátartozik az is, hogy hogyan illik viselkedni a nőknek a férfiakkal szemben. Nagyon sokan egyébként az alapvető illemszabályokkal tisztában vannak, tehát hogy illik a hölgyeknek elsőbséget nyújtani, előzékenyen viselkedni velük bizonyos hétköznapi szituációkban is. Ilyen például az, hogyha kinyitják az ajtót, előreengedik az ajtóban őket, vagy bármilyen helyzetben egy megtisztelő helyet biztosítanak számukra. Hát azért nagyon sokan panaszkodnak, hogy kevés az igazi lovag ma már ebben a világban, inkább talán az oviban lehet ilyen kis lovagias kisfiúkkal találkozni, aztán utána, mintha az a fajta érzés, hogy egy férfinek nagyon keménynek és férfiasnak kell lenni, az pont ezeket a finomságokat kiülni a fiúkból. Na, akkor kanyarodjunk vissza az első kérdéshez. Mit gondolsz erről a közelgő nőnapról? Ez kérdés számomra, hogy mi nők hagyjuk-e, hogy a férfiak tudjanak lenni, mert én nagyon sok nőnél azt érzem, hogy kivívja magának ezt az emancipált, független női attitűdöt, és néhány férfi talán megreked azon az állapotban, hogy inkább nem akarja bántani a nőt, hogy nehogy valamit kinyitni az ajtót. Ugye Amerikában már ez problémát is okozott a társadalomban, de nem tudom, hogy Vera ezt hogy látja, hogy ott pedig egy kicsit, mintha átment volna egy határon ez a férfi-női kapcsolat. Én nagyon örülök neki, hogy van nőnap, és nekünk ugye régen általános iskolában is mindig kiraktak egy fogföldi íbolya volt, azt hiszem a sláger, és én az az igazság, hogy most is rendkívül vártam, hogy majd hétfőn esetleg mivel lepnek meg minket a férfi kollégák. Hát sajnos ugye a csütörtöki bejelentés miatt sok munkahelyen most home office-ban fogják folytatni, de nem tudom, hogy esetleg erre lesz-e majd valami áthidaló megoldás e-mail küldésével, vagy ilyenkor a férfi kollégák majd valahogy meg tudják lepni úgy a női kollégákat, hogy ezt a home office üzemmódot valahogy áthidaljuk?
Hát természetesen, tehát meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amivel kifejezhetik a tiszteletet. Ugyanis a nők nem sokra vágynak arra, hogy tiszteletet és egy megkülönböztetett figyelmet kapjanak a férfiaktól. Tehát, hogyha ezt egy e-mail küldésével, egy kedvenc zeneszám megküldésével, kedves szavak leírásával meg tudják tenni, akkor a hölgyeket már megsérteni nem lehet. A másik kérdés ugye, hogy nagyon nehéz elfogadni sok nő számára a bókokat, de még az ajándékokat is. Tehát mintha az sem lenne benne a kultúránkban, hogy ilyenkor mentegetőzni kell, vagy egyszerűen egy köszönöm, nagyon kedves vagy válasszal kinyilvánítani az örömünket. Tudunk mi örülni igazándiból, vagy merünk örülni ezeknek az ajándékoknak? Hogy látod? Ez mindig személyiségtől függ természetesen, de úgy szokták mondani, hogy egy nő annyira nő, amennyire az ő környezetében lévő férfiak férfiasan viselkednek. Tehát, hogyha a férfiak elősegítik azt, hogy egy nő merjen és tudjon hölgy lenni, akkor ez nem okoz problémát. Sokan egyébként a Nemzetközi Zoltán napot szokták ezen a napon ünnepelni. De most egy finoman bátorítottuk a férfi kollégákat, hogy nyugodtan egy virágkíséretével, egy e-mail, egy dolgszám. Igen, amit egyébként Eszter említettél, talán most a felnövekvő generációban is ez az egyik probléma, hogy a lányok nagyon... Tehát mint a szerepcsere lenne, igen, a lányok vadásznak, a fiúk pedig hát várják, hogy akkor ki is legyen az a vadász, akire mondjuk ők rábólintanak, vagy meghajtják a fejüket, úgyhogy hát van arra remény szerintem, hogy előbb-utóbb visszarendeződnek a normális viszonyok, ha például ugye ezeken a képzéseken vagy előadásokon, amelyet Veronika te is tartasz, mondjuk pont a gyerekek megtanulják, hogy hogyan is kell viselkedni. Kellene most egy picit témát váltanunk, ugyanis készülődik valami itt a Kölcsei Televízióban. A háttérben. A háttérben, úgyhogy egy picit a kulisszatitkokban nem tudom, hogy igen, beengedtek-e minket. Ugye a műsor címe Ladies and Gentlemen. Így van. Az az igazság, hogy mi Verával már nagyon régóta ismerjük egymást, és körülbelül 2 évvel ezelőtt volt még egy COVID-mentes szilveszteren egy nagyszerű történelmi stílus bemutató, amit a Veronika vezénylési mellett láthattam, hogy ő egyrészt hogy dolgozik, másrészt, hogy mi van az ő szívében és az elméjében, milyen tudással rendelkezik. És akkor egy ilyen korokon átívelő, hát 1910-es évektől kezdtük? 1900-tól, igen. 1900-tól egészen talán napjainkig. Divat bemutató volt, stílus, és hozzá fantasztikus szöveg, amit a Veronika írt. És engem ért a megtiszteltetés, hogy egyáltalán ezt interpretáljam a közönségnek. És én akkor ledöbbentem, hogy ez a fajta tudás engem nagyon-nagyon rabulejt, nagyon szeretem, és nagyon szeretnék együtt dolgozni a Veronikával. És valahogy én akkor eltettem a kis agyamban, hogyha lesz majd lehetőség, akkor lesz folytatás. Akkor lesz folytatás, és hála Istennek, hogy itt a Kölcsei Televíziónál ez meghallgatást nyert ez az ötlet, és kaptunk lehetőséget erre, hogy értéket teremtsünk, és ezt tovább vigyük, mert szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekeknek is, a fiataloknak is, sőt, a felnőtteknek is ez az alapvető viselkedési kultúra, az alapműveltségnek a része legyen, amit sajnos vagy nem hoznak az emberek maguktól otthonról, tehát nem tanulják a családon belül, vagy pedig ugye az iskolai oktatás keretéből is hiányzik. Hát ha most ezzel a műsorral egy picit alapoktól elkezdhetünk felfele építkezni, és hát ugye a szakember pedig itt ül mellettem, aki minden csinyát-bínyát majd bemutatja. Igen, ez nagyon jó, mert valóban szerintem nagyon-nagyon sok mindent tudnak az emberek. Hát soha nem volt ilyen információdömping, mint ma. Akár mondjuk a bulvárban is mindig csepegtetnek apróságokat, de mégis valahogy ezt felépítve vagy egybe, tehát nagyon nagy a káosz is éppen az információdömping mellett. Tehát nehéz kiszűrni, hogy mi a valós és mi az álinformáció. Úgyhogy hogy néz ki majd a műsorotok tematikája? Hogy Eszter mondta, ugye szépen az alapokról építkeztek, akár például megjelenik ez a fajta történelmi kis ízelítőket szeretnénk esetleg beledobni, de végeredményben a viselkedés kultúra alapjait szeretnénk először lefektetni, és belülről kifele építkezni, de ezt hiszem itt ezen a ponton átadom a Veronikának a szót, mert ő fogja tudni ezt legfőképpen összefoglalni, hogy mi az ő célja, és majd én ehhez igazodom természetesen.
Igen, tehát a nyíregyházi és a Szabolcs megyei embereket szeretném megismertetni leginkább azzal, hogy mik azok a protokolláris és illemtani ismeretek, amelyeket a hétköznapjainkban is jó, hogyha alkalmazunk, ismerjük, és ha beépülnek ezek a viselkedés kultúránkba, akkor egy sokkal szebb, könnyebb és kulturáltabb életet élhetünk. Ahogyan mondta Márai Sándor is, hogy a kultúrát nem csak a könyvek mentik meg, hanem a köznapok apró reflexei is. Tehát azok a viselkedés minták, viselkedés formák, ahogyan egymáshoz viszonyulunk a hétköznapokban. És hogy Eszter említette az amerikai negatív tapasztalatokat esetleg, hogy ott már nem biztos, hogy előzékenyek a hölgyekkel szemben. Ez azért van, mert a hölgyekkel szembeni előzékenység nem Amerikára, hanem Közép-Európára jellemző. Tehát Amerikában ezt nem is kell elvárnunk, kultúránként változik. De éppen azzal, hogy egyre többet utaznak a fiatalok is a nagyvilágban, és hogyha nincsenek ezzel tisztában, hogy melyik kultúrában, melyek azok a hagyományok, szokások, amelyek mélyen gyökereznek, akkor bennük is kavarognak ezek az illemszabályok, hogy most kitől, hogy mit várjanak el, vagy mit kell éppen az adott szituációban tenniük. Hát hogy már, ugye nagyon érdekes, az tényleg kinyílt a világ, és olyan alapvető dolgokkal sincsenek sokan tisztában, hogy például egy mohamedán országban mondjuk illik egy picit visszafogottabban öltözködni, tehát az ott élőket is megtiszteljük azzal, hogy nem teszünk keresztbe az ő ízlésüknek, vagy akár a vallásuknak. Ahogy ezt említetted, arra gondoltam, hogy azok az emberek, akik érdeklődőek, nyitottak, szeretnének műveltebbek, kulturáltabbak lenni és finom a lelkük, nagyon sokszor szaladnak bele olyan helyzetekbe, hogy éppen azokkal találkoznak, akik mondjuk ezt a témát nagyon messzire elkerülik. Tehát mit tegyen akkor valaki, aki éppen próbálja magát formálni, cizelláltabbá tenni a viselkedését, lelkét, és mondjuk tényleg az emberi durvaság legmélyebb bugyraiba csöppen bele mondjuk egy utcai szituációban. Hogyan lehet ezt normálisan, hogy is mondjam, feldolgozni, és nem egy ilyen csúnya vitába mondjuk beleszaladni? A lényeg az önuralom. A kultúrált viselkedés mindig neked az alapja mindig az önuralom. Tehát, hogyha én durva viselkedést tapasztalok magammal szemben, akkor az alap, hogy nem ugyanúgy válaszolok vissza, hanem sokkal visszafogottabb vagyok, és nem ismétlem ugyanazokat a stílusú szavakat, kifejezéseket, amit esetleg én kaptam, hanem próbálok az én viselkedésemmel is nevelni. Hát ez elég nehéz mondjuk buddhaként viselkedni mondjuk egy közlekedési szituációban, amikor az embert mindenféle trágár szavakkal illetik, de hát el lehet ide jutni, úgy gondolom. Meg lehet előzni. Én nagyon sokat autózom például Budapesten évek óta, heti szinten, és soha nem találkoztam például durvasággal. Hát mert ilyen kis finom a lényed, és szerintem nem mindegy, véletlenül se dudák. Nem mindegy, hogy mit tapasztalnak, tehát mit adunk. Tehát próbálni kell a kedvességet, tehát az arckifejezést is, tehát az autóvezetésnek is külön illemtana van. Hát a mosoly azért nagy fegyver, ugye? Így egy van. Talán. Így van. De van úgy, hogy ezt nem veszik észre. Egyébként célunk mindenképpen az, hogy ne ítélkezzenek az emberek, és nem szeretnénk merev szabályokat létrehozni, és hogy követendő utasításokat adni, hanem szeretnénk szórakoztató formába eljutatni az emberekhez azt, hogy műveltnek lenni igazán jó, és hogy ami az embereket érdekli, afelé is kimozdulni. Természetesen van egy tematikánk, hogy honnan szeretnénk hova eljutni, de létrehoztunk egy e-mail címet, az illem@kölcseitelevizio.hu-t, és erre várjuk egyébként a nézőknek a kérdéseit, hozzászólásait, észrevételeit, adott élethelyzetben, mielőtt belefognának valamibe, esetleg keressenek meg minket, és én továbbítom a Veronikához a kérdéseket, és azt gondolom, hogy megelőzhetjük így esetleg a bakikat, amik felmerülhetnek egy-egy rendezvényen vagy helyszínen. Köszönjük szépen, én pont erről akartam beszélni, hogy milyen jó lenne, hogyha egy kicsit interaktív lenne, és személyre szabott nem életmód, hanem protokoll tanácsokkal is szolgálnátok, de hát úgy látszik, hogy ráéreztem erre a dologra. Úgyhogy köszönjük szépen, sok sikert kívánunk, és boldog nőnapot kívánunk nektek is. Köszönjük.
Kedves nézők, nos hát akkor kedves gentlemanek, ne felejtjék el felköszönteni a lédiket hétfőn a Nemzetközi Nőnapon. Ha tehetik, akkor pihenjenek sokat, jövő héten pedig tartsanak velünk ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!